A műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs a Fensterm Kontakt Kft. Szik más világ a most rajtad a sor, gyere lépd át a határ. Hosszú utat jártam végig, láttam már annyi szép csodát. Szívünk ott van minden dalban, tettere ha bármi fájna, és csak rád vár, más világa. Más világa, ablak a szórakozásra. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Más világa, amikor a szavak elfogynak, megszól a lelkünk dallamai. Tartsanak velünk hétről hétre, hiszen fantasztikus előadókat, sorsokat, életutakat, izgalmas élettörténeteket hallhatnak, és hát dallamokat a lelkünkön túl. Itt a Zenebutik csatornáján hétről hétre hatalmas a buli. Tartsanak velünk, ez itt a Más világa! Más világa! Színésznek meg kell tanulnia a mágikus ha használatát. Mi lenne, ha? Ennek a hanak a megjelenése pillanatában a színész átlép a valóság talajáról egy másik élet talajára, amit ő maga teremtett és képzelt el. És ha hisz ebben az életben, a színész elkezdett alkotni. Ha valaki művész, a varázslat tökéletes lesz, mert akarom azt, hogy rám figyelj, láss belém, s érezz. Ha valaki művész, a színpadon élet lesz és tűz, csak nekem írt Shakespeare és Schiller, Brecht és Harold Pinter, Sophocles, Eugene O'Neill. Hogy azt mondassák ám, ez ám színész, egy ifjú Jason Robert, sőt De Niro, minden terhet bíró, felkészült érett száz arcú dráma. Ez itt a Más világa, ha a szavak elfogynak, megszólalnak lelkünk dallamai. Itt van velem a stúdióban, kedves jó barátom. Hát, hogyha azt mondom, hogy családanya, én inkább azt mondanám, nem is akármilyen családanya. Hogyha azt mondom, hogy egy igazi, fantasztikus művész, aki mindent megtesz azért, hogy tökéletesítse azt a tudást, amit évek alatt magába szívott, akkor ezt a nevet igen fémjelezi. Hogyha azt mondom, hogy nagyon sok ember és generációkon keresztül nagyon nagy példaértékű színésznő, aki nagyon sok fiatalnak életutat adott, és már nem is mondom, hogy fiatalnak, mert azért már közben ők is megöregedtek, és már pénzt keresnek. Szóval itt van vele egy fantasztikus kolléganőm, kétszeres családanya az ikreivel, itt van velem Vágó Zsuzsi, örök partnerem volt 20 éven keresztül. Szia Zsuzsi, hogy vagy? Szia, köszönöm a meghívást. Hú, hát így ebben a kis... Nem is mondtam el mindent. Felvezetőben azért bele is pirultam, olyan szépeket mondtál. Hát köszönöm szépen, nagyon-nagyon jól vagyok. Kicsit fáradtan, mert ugye azért két egyévessel otthon lenni nem egyszerű, de közben egyben nagyon felemelő is. Úgyhogy egy picit azért hiányzik a színpad is, és ezért is jöttem el hozzád, mert majd itt énekelhetek egyet. De egyébként... Lehet, hogy rád lesz, hiszen ez a Más világ, hogy kettőt énekeljen. Igen, köszönöm szépen. Azt mondd el nekünk, mert azt mindenki tudja, hogy fantasztikus művésznő vagy. Mindenki lát, több millióan láttak már az országban itt az elmúlt, nem mondom hány éve, mert nem is vagy még annyi idős. De igazából
azt mondják, én nekem is 5 gyermekem van, és látom mindig az anyákat, mert egy anyát azért nem mindig úgy apostrofálunk, ahogy kellene. A sajátunkat igen. De külső szemléletről én ahogy látom a hölgyeket, és látom az anyákat, egy olyan fajta munkakört végeznek el, ami fantasztikus és leírhatatlan. Tehát az a fáradtságos munka, ami egy anyassággal jár. Oké, de mi van akkor, hogyha dupla anyassággal jár, és ez a dupla anyasság nem 3 év követi egymást, hanem egy azon pillanatban sír minden. Szóval erről mesélj inkább, hogy ezt te hogy élted meg, a sok munka, fellépés, tanítás, őrület. Egy teljesen más pörgés, ugye én azért 20 éven keresztül tényleg pörögtem, tehát ahogy elmondtad, próbáról próbára jártam, premierekről premierekre, rengeteg főszerepet eljátszottam, hál' Istennek, az Operettszínházban is, és gyakorlatilag ez hasonló pörgés, mert egész nap pörgök, csak otthon és a 2 gyerek körül. Nem, nincs összehasonlítási alapom, tehát nem tudom, hogy egy gyerekkel milyen. Mi rögtön 2-be csöppentünk bele. Hál' Istennek a férjem, Tomi, ő 10 hónapig otthon volt velünk. Fantasztikus mindent együtt, férje van, fantasztikus ember, komolyan mindent mondom. Együtt csináltunk. Most pedig segítségemre van anyukám is, és anyósom is. Úgyhogy ez itt a más világa a titkokról. Egy fantasztikus hangmérnökről beszélünk egyébként, aki egy fantasztikus ember. Én már hamarabb ismertem, mint Zsuzsi, és utána Zsuzsi egyszer odajött hozzám, hogy képzeld, úgy néz ki, hogy randizok valaki. És mondom, kivel? Hát a Tomival. Ó, és nagyon megörültünk neki. Úgyhogy így született ez a gyönyörű és igaz és szinte free. Én nagyon örülök neki, hogy itt vagy, és hogy elmondod nekünk azt, hogy a gyerekekkel ugye otthon vagy, és látjuk, hogy teljes értékű anya vagy. De azt is látjuk, hogy nem hagyott alába a színészi karrieret, hiszen színészként, énekesként is ott vagy. Ott vagy a gyerekekkel, tanítasz továbbra is. Igen, áprilistól folytatom tovább a hétvégi iskolát majd, ahol tanítok. Ez a zenés diák színpad, illetve van egy-két magántanítványom, akiket így tudok fogadni. Természetesen mindent bizonyos keretek közé kell tenni. Tehát, mit tanítasz? Mondd el nekünk, mert még van egy kis időnk, hogy elmondjuk, esetleg felhívjuk a figyelmet, hiszen nagyon sok tehetség van a műsorban. Egyrészt musical ének stílust tanítok, és zenés színészetet. Ez itt a más világa, ha szavak elfogynak, minden, ami zene, akkor megszólalnak lelkünk dallamai. Vágó Zsuzsival, örök partneremmel itt a stúdióban, és hát megtudhattuk azt, hogyha valaki esetleg érez magába affinitást és ambíciót, ez nem a reklám helye, a social felületeken megtalálja kedves kolléganőmet, és hát hogyha 2 gyermek mellett éppen el tudja ezt az egész dolgot, akkor megoldja. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, maradjon meg ez az örök jóság a szemedbe, és ez az örök vidámság, és az, hogy gyakorlatilag soha nem láttalak még szomorúnak, és ez engem mindig felvidít. És köszönöm szépen, hogy olyan sokszor kisegítettél a színpadon, amikor egy picit fáradtabban, szövegtudás nélkül mentem arra mindig az előadásra. Mindig számíthatsz rám. Köszönöm szépen, hála, hogy itt voltál. És fogadd el a Csomópont Egyesületnek egy kiadványát. Én is énekelek rajta duettet a feleségemmel, most már nem veled, hiszen már kiöregettünk egymásból. Ez itt a más világa. Minden, ami zene, ha szavak elfogynak, tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Más világa! Sorsod hozzád, szerelem.
csók és forr a levegő. Eltűnik tér és az idő. Úgy reszket lelkünk ideben, s a féltő szerelem társa lesz. Más világa!
lehet, hogy vigyázzak most rád. Eljátszottam már mindent annyi éjszakán. Kifordult az életem, ez a tébolyult világ. Szerelemmel festem be az égbolt kapuját. Kis ember, nagy szívvel, ez vagyok én, hát így fogadj el. Kis ember, nagy szívvel, ez vagyok én, még nem nőttem fel. Kis ember, nagy szívvel, ez vagyok én, hát így fogadj el. Kis ember, kezed felé, amit eddig tettem érted, az mindent őszintén. Tiéd lett az életem, játsz velem zené. És hogyha élvezed, hát semmitől se fél. Mondd el, mit érzel, miért nézel olyan könnyes szemmel rám. Amit kérek, az a lényeg, hogy tartsanak velünk legközelebb is, fantasztikus előadókkal, izgalmas életutakkal, és hát őrületes sorsokkal, történetekkel. Várom önöket hétről hétre, itt a Zenebuti csatornáján, ahol hatalmas a buli. Ez a más világa a szavakon túl. Cik más világa most rajtad a sor, gyere lépd át a határt. Hosszú utat jártam végig, láttam már annyi szép csodát. Szívünk ott van minden dalban. Más világa. Ablak a szórakozásra. Műsor főtámogatója a Fensterm Kontakt Kft. Együttműködő partnereink az Aranyviolin Énekverseny és a Zeneszöveg.